Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat, a díjam jóslásonként 4000 forint. Ennél a kivetésnél megnézzük azt, hogy milyen lépéseket tesz. Itt van egy lépcső a képen, a kártyáktól ugyan nem látható, de mint említettem, itt egy lépcsőről van szó, ahol megnézzük az ő lépéseit. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, és ez a férfi gondol rád, te állsz a középpontban, és lépéseket tesz feléd. Itt van a nap. Ez jelenti a te kisugárzásodat, de azt is, hogy megvan a vonzalom kettőtök között. A nap megvilágít bizonyos témákat, és ő kimondja az igazságot, tehát megbízhatsz benne. A nap megvilágít téged is, ő látni akar téged. Itt a horgony jelent egy stabil párkapcsolatot. Ő úgy érzi, úgy gondolja, hogy nálad le tud horgonyozni. A horgony jelenti a munkát, a hivatást is, és a nap az ő sikereit. Itt látható a park, a nyilvánosság. Lehet, hogy találkozni akar veled a nyilvánosságon, vagy lesz egy meghívás. Amit a nyilvánosság még jelent, az elismerések, és neki erre szüksége van, hogy mások dicsérjék őt, hogy csodálgassák őt a tudása miatt, a tehetsége miatt, vagy a külseje miatt. Itt láthatóak a madarak, jelentik a könnyűséget, a mozgást, a vidámságot, a csevegést és a beszélgetéseket. Ő beszélni akar veled, lesznek beszélgetések a munkahelyén, lehet, hogy találkozik valakivel a nyilvánosságon, ott is lesznek beszélgetések. Itt a ház jelenti az ő otthonát, vagy a családot, de lehet a te otthonod is, és közeledik hozzád, látni akar téged, meg akar látogatni téged, beszélni akar veled. Amit a ház még jelenthet, ezek az alapok, és erre az alapra akar ő kiépíteni valamit. Például egy tartós párkapcsolatot, vagy egy közös otthont. Ennek a tervezése van. Itt a halak jelentik az anyagiakat. Lehet, hogy itt van befektetés, hiszen ki akar építeni valamit, vagy pénzt költ az otthonára, mert megszépíti az otthonát. A halak jelentik az értékeket is, hogy te értékes vagy számára, és tervezi veled együtt a jövőt. Az alapok megvannak ehhez. Itt a virágcsokor jelenti a te külsődet, a te szépségedet, vagy egy szép otthont, de jelentheti a kreatív tevékenységet, vagy egy ajándékot is, vagy egy meghívást. Lesz egy meghívás, találkoztok a nyilvánosságon, és megajándékoz téged. Itt a csillagok szerencsét hoznak. Ő tudja azt, hogy lesz egy szerencsés fordulat. A csillagok jelentik a bizalmat is, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, hiszen tudja azt, megbízik abban, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillagokban meg van írva. És ez volt az általános jóslás, az ő lépései. Mit fog tenni? És ha tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!